Elég rég volt, mikor 16 évvel ezelőtt az e-bugatti adásába szerepeltetek a somogyvári Vitéz Kennellel és a családoddal. Mi történt ez alatt a 16 év alatt veletek? Hát a 16 év alatt nem sok minden történt utána, mert még hát tenyésztünk azóta is. Tehát az semmi különösebb nincs. Most kicsit visszavonultunk a kijártási szférából, 5 éve bajtuk igazán a kijártási járást, mert elég volt. De a kutyák azért vannak? Kutyák vannak, hogy ne. Még mindig van 15 kutyánk, úgyhogy amit azért ellátni nem kevés feladat. Változtak? 15 év alatt sokat? Kutyák? Hát nézd oda, az az igazság, hogy a tenyésztés az arról szól, hogy mindig jobbítani kell a fajtát. Tehát mindig változtatni kell kicsit valamit, ahogy te gondolod. És én úgy gondolom, hogy jó úton vagyunk. Bár jobb kutyákat, mint 16 év ezelőtt voltak, nem nagyon tudunk tenyészteni, mert hát az ember elér egy szintet, és akkor onnantól, ha szinten tudja tartani, vagy bizonyos sávba belefér, tehát lejjebb, följebb nem tudsz venni. Ez olyan, mint egy magas ugranál a világcsúcs. Ugrik egy világcsúcsot, és akkor onnantól nem ugrik még fél méter nagyobbat két hónap vagy két év múlva. Tehát ott centiméterek változnak talán. Tehát gondolom, hogy a kutyatenyésztés is ilyen. Tehát 16 év után én legalábbis próbálom tartani azt, hogy amire a fajtát kitalálták. Tehát, hogy idegileg teljesen rendben legyenek, minél egészségesebb legyenek, tehát szóval, hogy ne kelljen annyit általosra költeni. Ha tanácsot adsz a nézőknek, hogyan válasszanak egy bullmastiffot? Kinek való, kinek nem való, és honnan vegyék? Hát ezt már nagyon sokan elmondták előttem, csak sztereotípiákat tudnék mondani. Ezt bárki el tudja olvasni az interneten, aki okos és értelmes, hogy vegyen kutyát, vagy kitől vegyen kutyát, vagy miért vegyen kutyát. Ebben én már nem tudok beleszólni, de azt mondom, hogy nem is akarok. És te kinek adsz el szívesen? Megmondom őszintén? Hát nagyon kevés ember van. Igazándiból azoknak adok el szívesen, akik már vettek tőlem kutyát. Tehát azok tudják, hogy mi ez. Többieknek meg már nem szeretném elmagyarázni. Mert azt hiszem, hogy nem is lehet. Igen, mondom, hogy ennyi jó, meg nem jó, meg minden. És akkor 5 év múlva jön valaki, és azt mondja, hát Jani bácsi igaza volt, nem így kellett volna csinálni. Hát akkor, és akkor most akkor én csak jót akartam, de ez azt már nem az én dolgom. Ezt de megítélni. Azoknak, akik tőled veszik a kutyát, átadod azokat a tanácsokat, tapasztalatokat? Természetesen. Hát aki tőlünk vásárol kutyát, ahol kap egy olyan felnevelési csomagot és az én 26 éves tapasztalatomat, amiben mindenben segítek neki. Te szoktad intézni az adminisztrációkat? És mik ezek a feladatok? Mert sokan vannak, akik egyáltalán azt se tudják, hogy egy kennelben milyen papírmunkák vannak. Hát nekünk az elejétől kezdve, tehát egészen az úgymond őskorig vissza vannak vezetve a kutyáink felmenői, lemenői, úgyhogy nekem teljes adminisztrációm van az egészről, fotókkal, törzskönyvekkel, mindennel a gépen. Mind számítógépen? Mind számítógépen, igen. És azt is tudom, hogy te külön kutatómunkákat folytatsz. Igen, hát ezzel kapcsolatban igen, felkutattam az egész tenyészetünknek az összes kutyáját visszamenőleg. Ez nagy munka. Igen. Miért szükséges szerinted? Érdekel, hogy a kutyáinknak az ősei kik voltak, és azok hogyan néztek ki, mert szerintem egy tenyészetben nagyon fontos az, hogy nem csak a szülőket lássuk, vagy a nagyszülőket, hanem az, hogy a vonalban milyen kutyák voltak a múltban. Fogod folytatni ezt a munkát, amit édesapád elkezdett? Szerintem... Hogyha ő már azt mondja egyszer, hogy na most már elege van. Mindenképpen. Mennyire fontos a megfelelő táplálás? Én 15 éve ugyanabban a táppal etettek, és hát nekem bevált, szóval teljesen meg vagyok elégedve, úgyhogy én csak táppal etettek. Azóta mióta eve a táppal etettünk, azon nincsenek mozgásszerű problémák, tehát ízület, akkor kutyák nem nőnek túl gyorsan, túl lassan. Nagy testük után a lényeges, hogy nem nőjön hirtelen. Szerinted érdemes váltani más tápcsaládra, vagy ha egyszer valami bevált, akkor azt kell etetni? Tehát az a csőbalukat nem kell föltalálni még egyszer, mert azt már kitalálták rajton kívül is. Tehát az, ami ki van találva és bevált, attól azt tudom mondani, hogy,
hogy másik, lehet, hogy ugyanolyan jó vagy jobb, vagy nem tudom, hogy nem szoktam kísérletezni ezzel, mert ha valami bevált, azon nem kell változtatni. Etetünk. Bár egy napközben gondolom, hogy nem szoktak enni, de most egy kis puszcsevegét, hogy mégis egy-két tanácsal lásd már el a nézőket, hogy egy nagytestű kutyának nagyon félnek az etetésénél, hogy megeszi, nem eszi meg, jó az a táp, nem jó az a táp, gyomorcsavar, nem gyomorcsavar, hogy ti hogy szoktátok, aztán menjen nyugodtan. Hát ez szoktatás kérdése. Mi azt vezettük be, hogy a napi adagot két részletben osztjuk el, ezáltal nem terhelhet hirtelen a gyomrát, és sokkal jobban fel tudja dolgozni azt a kevesebb mennyiséget, mint hogyha egyszerre eszi meg a napi adagot, úgyhogy mi nálunk ez bevált, sőt meg is szokták, és ezt igényük, hogy napi adagot egyszer legyenek. Most már hangzavar lesz egy kicsit, de hát az kutyás műsorban megszokott abszolút. Te döntöd el azt, hogy mikor álltok át egy bébitől egy juniorra, ugye, hogy a juniorban is ennek a tápcsaládnak kétféle szakaszra van ugye osztva az etetése, és mikor felnőtt, vagy ragaszkodsz ahhoz, amit a tápgyártó cég kitalált? Nem okvetlenül ragaszkodok hozzá, szerintem ez csak egy útmutató, ez mindig kutyája válogatja, hisz nem egyformán fejlődik egy kölyök sem. Aki nem tenyészti ezt a fajtát és nem ért a fajtához, az inkább tartsa be a mondhatnám használati utasítást, de ettől azért el lehet érni. Most, hogy felnőttek már a gyerekek is, meg már még a következő nemzedék is már itt van, hogyan oszlik el a családban a munka? A kutyákkal igazándiból az etetése, tisztántartása a feleségemnek kell csinálni. Mert majd, mert mondtam, a gyerekeim dolgoznak. Tehát azon kívül meg, tehát nézd, oda, amikor van idejük, meg akkor ők mozgatják őket, ők tanítják. Ha van, elmenek egy kiáltás és ennyi. Tehát ez így oszik meg a munka. Te se tudsz szabadulni ettől a kutyázástól. Nem is fogok. Azért ez egész más, hogy úgy nő fel valaki, nem? Hogy már ennyi kutya között van, meg ilyen családi háttérrel. Persze, természetesen. Én nekem megadódott az a szerencse, hogy úgymond ide születtem a kutyák közé, és hát ez egy öreg szerelem marad. Kell az is egy bumasztifnak, hogy ilyen szocializációs teszteknek idézőjelbe alávessék, ugye? Természetesen. Ő most mennyi idős is? Kicsoda, akivel megyünk? Ő 10 hónapos, és a Magyar Együttész Bupinak hívja. Sokat tanultok? Sokat gyakoroltok együtt? Hát mennyit kell foglalkozni egy bumasztiffal? Sokat, attól függ, hogy mit akarunk tőle. Egy olyan éves kora körül azért, amelyik egy jó domináns kutya, azért elkezdi fitoktatni az erejét, és igenis azért hatni kell rá, hogy tudja, hogy ki a főnek. Igazából egy gazdás fajtának számít, legalábbis ezt szokták mondani, hogy egy főnöke van, de teljes mértékig azért ez így nem igaz, mert a család bármelyik nagyja tudja őt például kezelni. Hát te már többször szerepeltél benne az Evugattába, ugye, igen, kutyával, és mit szóltak ehhez osztálytársak? És tudják azt, hogy te milyen nagy kutyabolond vagy? Igen. És mit szólnak ehhez? Hát, hogy át akarnak jönni, megnézni a kutyákat, meg... Megjátszani. Játszani. Kutyákkal. Neked egy saját kutyád? Igen. De őnek nem Bull Mastiff. Nem, hanem hát... francia bulldog, és nagyon cuki, mert mi el szokta lopni a papucsot, meg még sok mindent el szokott lopni. És miért pont a francia bulldogot választottad? Hát, mert apukám egyik ismerőse elment Ausztriába, és nem tudta hova tenni a bulldogot, akkor apu elhozta, és az enyém lett. És mit csinál itt a nagy bulmasztifok között? Nem volt ebből semmi gond? Nem. Nem? Nem. Te vagy a falka vezér, akkor nincs gond, ugye? Igen. És azoknak a osztálytársaidnak, akiknek esetleg nincs kutyájuk, vagy otthon állatok, mit szoktál mondani, hogy miért jó az, ha van-e kutyája? Nem. Most nem tudom. Neked miért jó az, ha van kutya? Felneveljem meg, hogy játszok vele. Mit tanácsolnál azoknak, akik most akarnak elkezdeni tenyészteni? Hát, ne kezdjenek bele.
figyelj ide. Hát ha szeretjük a kutyát és szeretjük ezt az életformát, akkor csinálják. Ja, és megfelelő pénzmennyiséggel rendelkeznek. Tehát az kell hozzá. Ott nagyon sok pénz kell hozzá. És neked megérte? Nem érni meg, de nem ezért csináljuk. Hát ez a megérés, ez meg egy másik dolog. 26 év nagyon sok élettapasztalat és bölcsességgel áldott meg a kutyák miatt, hál' Istennek. Tehát azért éri meg, anyagilag abszolút nem, de erről egy tenyésztől nem kell beszélgetni anyagiakról. Ez nem erről szól. Mi az, ami mégis még azt az erőt adja, hogy legyenek kölykök, felkeljetek, etessétek őket, dolgozzatok hát velük? Figyelj, de hát ez az életünk. Tehát most ebben nehéz vagy nem nehéz, hát ezt csinálni kell. Tehát ezt sose hagyod abba. Ez élő lény. És mindig van tovább. Tehát bármilyen azt mondom, hogy nem, hát nyilvánvalóan amíg mozogni tudunk és élünk a feleségem, addig ez biztos, hogy fog működni.